Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jöjjön egy kis Battlefield 4 gameplay obliteration. Aki játszik ezzel a játéktípussal, az tudja, hogy itt bizony izgalmas perceket szerezhet magának az ember, főleg, hogyha kíséred a bomba útját, akkor bizony tényleg fel tud pörögni a játék, és számomra is ez a játék igen jó sikerült, igen jó jelenetekkel, és bizony kapcsolódik is a mondani valóhoz, amiről szeretnék beszélni. De még mielőtt rátérnék a komoly témára, és hogy még jobban kapcsoljuk a dolgokat ez a témához, szeretném tőletek megkérdezni, és szeretném, hogy hagynátok egy kommentet, mégpedig, hogy mi volt számotokra a legepikebb, legelképesztőbb jelenet, amit Battlefield-en belül, nem csak Battlefield 4, Battlefield-en belül sikerült elérnetek, amiről azt mondjátok, úristen, mind a mai napig emlékszem, mekkora epik jelenetet csináltam, és hát egy következő kommenter alkalmával az 1-2-3-at, a számomra legjobban tetsző 1-2-3-at azt be fogom olvasni. És a másik, hogyha még emlékeztek rá, akkor mellé írjátok oda azt is, hogy mi volt az, ami motivált arra, hogy megted azt a lépést, amitől te elérted ezt az epic jelenetet. Erre a két kérdésre kellene válaszolni, nagyon szívesen várom a kommenteket, nagyon kíváncsi vagyok, mindig jó sztorikat tudtok otthagyni, hogyha megkérlek, hogy sztorizgassatok nekem egy kicsit, és tényleg azért szoktak nagyon jó kis kommentek kísülni ebből, úgyhogy hajrá, válaszoljatok, és tényleg a legjobb, vagy hát általam legizgalmasabbnak ítélt hármat mindig, azt hiszem be fogom olvasni. Nos! Akkor rátérve egy kicsit a témára magára, ugye az ösztön kérdése, és hogy ugye megmaradjunk a gamer pszichológiánál egy kicsit, de hogy úgy mondjam, hogy át Battlefield-esítve, mert itt, hogy úgy mondjam, még jobban kijön ez, és még jobban segítségedre lehet, hogyha figyelsz ugye az ösztönödre. Hogy mit akarok ezzel mondani, mi az, amikor ugye súg az ösztön valamit, minden játékban tud az ösztön motiválni és súgni valamit, ugye, és továbbá azért rajtunk múlik az, hogyha meg is lépjük azt, csak ugye mindig nem úgy megy az, van, amikor megijedünk, van, amikor nem hiszük el, hogy ez sikerülhet, és hogy úgy az azért viszonylag nagy baj. Call of Duty-ban is például, ugye az ösztön maga egy fontos szerepet játszik, hogy hallgass arra a sugallatra, hogy merre indulj el, merre lehet az ellenfél. És ennek Battlefield-en belül is van egy része, ami nem csak arról szól, hogy merre lehet az ellenfél, merre mozgolódik az ellenfél, hanem arról szól, hogy például, mikor itt például, ugye én is itt ülök egy tankba, és megvan az az ösztön, hogy na, most kell lőni, most tud sikerülni, és hogyha ezt az érzést ugye elhanyagolod, és nem fogod meglépni, akkor hogy úgy mondjam, ez az a dolog, ami képes lerontani a játék élményedet egy idő után. Szóval maga a játék, a pörgősség, Battlefield vagy Call of Duty igazából teljesen mindegy, folyamatosan kínálkozó alkalmakat adnak, ami rendjén is van, de mindig van az az alkalom, és erre biztosan ti is ráéreztetek, mindig van az az alkalom, amiről hoho, basszus, ha ezt meglépem, akkor úristen, akkor ez a játék olyan szinten felpörög, olyan adrenalinom lesz, és akkor mindig azon gondolkodsz, hogy most meg kéne lépni, vagy nem kéne meglépni, és hogyha túl sokáig gondolkodsz rajta, akkor minden bizonyal valami történni fog, amitől nem sikerül az a bizonyos lépés. És ugye az ösztön azt könnyű meghallani, hogy úgy mondjam, miközben játszunk. A dolog lényege az, hogy akkor is próbáld meg, hogyha lehet, hogy nem sikerülhet. Tehát a játék maga, a játék heve mindig jusson eszedbe az, hogy akármi történik, akármit sug az az ösztön, akármi jár a fejedbe játék közben, meg kell lépned azt a lépést, meg kell adnod neki azt a lehetőséget. Egyrészt, hogy szerezd magadnak egy hihetetlen játékélmény, és másrészt, hogy a játékot egy új szintre emeld, élvezeti szintre tulajdonképpen. És a másik például, ami Battlefield 4-ben nagyon ki tud emelkedni, az a mi van, ha esete. Mi van, ha lövök és bejön? Mi van, hogyha arra megyek és bejön? És rengeteg ilyen van gyakorlatilag egy Battlefield játék közben, tehát gyakorlatilag csak így
kecsegtetnek az ilyen lehetőségek, és azzal, hogy képes vagy meglátni ezeket a dolgokat, azzal nagyon-nagyon-nagyon előnyödre tudhatod fordítani ezeket a jeleneteket, vagy ezeket a lehetőségeket. A játék maga teljesen a te előnyödre válik, és úgy gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb, azért javítsatok ki, ha nem így van, az egyik legizgalmasabb játék mindig abból alakul, hogyha hallom azt a sugallatot, ami adja, hogy úristen, erre kellene menni, ezt kellene csinálni, és meglépem ezt a lépést, és akkor így bum, belefutsz öt ellenfélbe, és mindéket sikerül leszed, ez azért, mert te gondoltál arra a lépésre, de ők nem. És azért ugye ez mindenképp felemelő tud lenni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokan vagytok úgy, akik érzik azt a kis motivációt, hogy na most erre kéne menni, erre kéne repülni. Most lehet, hogyha lőnék egyet, akkor pont le tudnám lőni azt a repülőt azzal a tankkal. De valamilyen oknál fogva sokszor kihagyjátok ezt a lépést, hogy nem tudok olyan jó szöget számolni. Ilyenkor nem is érdekel, mert amikor benned van ez az ösztön, benned van ez a lépés, hogy a sugallat megvan, hogy na most meg kellene lépni, akkor gyakorlatilag az agyad már úgy kalibrál, hogy a legprecízebb lövésedet, a legprecízebb pillanatodat fogod hozni. Mert egyszerűen az ösztön, ha megvan, ha sugal, akkor az agyad már intézi azt, hogy a legprecízebb lépést tud meglépni azért, hogy megcsináld azt a dolgot. Szóval azt a nem önbizalmat, vagy nem tudom, hogy hívják, tehát azt a sugallatot, ami az ösztön mellett van, hogy én nem tudok jól szöget számolni, vagy nem tudom, mi lesz ott, vagy mi vár rám ott, azt így el kell felejteni, mert amikor már megjön a sugallat, amikor már kigondolod, akkor gyakorlatilag az agyad az már beállította magát egy olyan állapotra, amitől sikerülni fog megcsinálni ezt a dolgot. És ugye itt az a másik eset, a mi van ha esete. Sokszor nem csak az ösztön lép működésben, hanem van ez a mi van ha. És akármilyen játékban vagy, mondjuk most Call of Duty-ban, vagy Battlefield-ban, vagy bármiben, és van rá lehetőséget, akkor lőj, és akkor lép meg. Mert sose tudhatod, hogy éppen mi fog történni. Hogyha egy kicsit látod csak a hajszál alól ki a fedezék mögül, akkor is kezd el lőni. Mert nem tudhatod, hogy lehet, hogy belefut, lehet, hogy éppen így megvan, szóval, és ezzel is tudod bővíteni magát a játék ismeretedet, mert lehet, hogyha éppen belősz oda, vagy ellősz így, vagy fellősz úgy, vagy megléped ezt a lépést, lehet, hogy felfedezel egy olyan teret és pályát a játékon belül, amit más nem fedezett fel, és ezzel mindig előnyödre tudod váltani azt a bizonyos játékot, azt a bizonyos lépést, és gyakorlatilag így fogod tudni jobban és jobban megismerni ezeket a lépéseket, úgyhogy hajrá, srácok! Ugye válaszoljatok a kérdésekre, arra két kérdésre, amit az elején feltettem, ugye, hogy mi volt a legepikebb jelenetet, és mi motivált arra, hogy megtedd ezt a lépést, és hát azért biztos vagyok benne, hogy nem semmi élmény volt akkor ez az a bizonyos jelenet, az a bizonyos emlékezetes játék. Én például nagyon szeretek mindig helikoptereket lövöldözni, és nagyon mindig sikerélmény, ha sikerül, mert úgy gondolom, hogy azért egy kihívás tud lenni, ugye RPG-vel, vagy csak tankkal, vagy bármivel, ami hogy úgy mondjam, némi akadályt jelenthet lelőni egy légi járművet, és azokat tényleg mindig egy jó élmény számomra ilyet csinálni. Nos, azt hiszem nagyjából elmondtam, hogy mire gondoltam. Remélem tetszett a játékmenet, mert számomra ez tényleg egy izgalmas, egy ösztönös játék volt. Egy olyasmi, ami hogy úgy mondjam, mostában belőlem már ritkásabban jön ki, mert szeretek gondolkodni, szeretek taktikázni nagyon, és mindig, amikor így, hogy úgy mondjam, előhozom egy kicsit a régebbi játékélemet, amikor az ösztön és a reflex dominált nálam is, olyankor mindig azért nagyon jó kis adrenalin dús játékot sikerül játszani, mert persze, amikor az ember taktikázik, akkor úgy mondjam, kimértem és jobban megfontolt, ezáltal hát maga az adrenalin sem
jön annyira, kivéve, amikor egy olyan taktikai lépést, húzást sikerült csinálni, amiről még én magam sem hiszem el, hogy sikerült, de hát az ösztön azt is megsuktam. Na jól van. Köszönöm a figyelmet, és a következő videóig. Nem biztos, hogy a következőben fogom felolvasni, illetve biztos, hogy nem a következőben fogom felolvasni ezt a bizonyos három legjobb kommentet. Ha lesz egy kapcsolódó téma, akkor mindenképp fel fogom olvasni, és kiválasztom azt a legjobb háromat, általam ítélt a legjobb három kommentet, és be fogom olvasni, mert tudom, hogy nagyon jó kis sztorikat tudtok mondani. Nos, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, a következő videóig Necrocrim voltam, sziasztok!